A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Következik a Fanoptikum szóló. A Fanoptikum szóló a Beat-en. A dal a miénk. A mikrofonnál Delov Jávor. Szevasztok, hello mindenkinek. Ez itt a Fanoptikum és azon belül is a Fanoptikum szóló. Rettetesen lazán beültünk már. Szendrői Csabi igazániból kiválasztotta a legmegfelelőbb poszt, hogy köszöntsön titeket, és annyit fog mondani, valószínűleg, hogy szia. Szia Csabi. Szia. Tök jó ez a spontán adás eddig. Köszönöm, elfogadtad a meghívást. Nagyon szívesen. Egy kicsit izgultam, hogy össze fog jönni, azért, mert úgy láttam, hogy egy picivel sűrűbb az életetek, mint talán egy csomó más zenekarnak, szerencsére. Sok minden történik veletek. És amikor felhívtalak, ugye a legendás telefonbeszélgetésével, hát gratulálok a lemezbemutatóhoz, szuper új sikerült, tehát nincs is semmilyen lemez, és nem is értetted, hogy miről beszélek. Nekem annyira erősnek tűnt már az a marketing kampány, amiben belebotottam Facebookon és Instán, hogy tulajdonképpen a kis lemez bemutatótok, ami a Barba Negra trackben volt, az... Nincs kis lemez sem. Az sincs. Ez így csodálta, tehát semmi nincs. Na, szóval egy darab szám van, kettő, és fél szám. Kettő számunk csak van. Csak azt mondta, hogy végül egy darab énekszólam jött ki, mert akkor besírok. Egy sávot kiadtunk hatféleképpen. Nem, kettő darab szín, nem csoda, hogy össze vagy zavarodva, mert hogy általában ugye a zenekarok nem szoktak ilyen sűrűn kiadni szinglőket, mi egy ilyen 2-3 hónapon belül ugye kijöttünk kettő darabdal, ezért hihetted azt, szóval még miért úgy érzed, hogy ez egy ilyen degradáló dolog, vagy bármi. Igazából én tök átérzem, nem is tudom követni ezt az egészet, meg az embernek a saját projektjeit épp elég követni, de a lényeg az, hogy kettő darab dalunk jelent meg klippel, és a Barba Negrában mutattuk be a Kár című dalt. Most gondoltam, hogy benyomom azt a kérdést, ami mindannyiunk kedvence, amikor a mikrofonnak azon a végén ülünk, ahol most te is ülsz. Ugye, ne arra, hogy mi a recept? Tehát mitől vagytok érdekel? Most tényleg baromira érdekelne, tehát hogy nem jön ki dal, nem jön ki kis lemez, nem jön ki nagy lemez, ott se vagytok a bulin, és mégis elmennek az emberek. Mi a recept? Tehát hogy mi lehet akkor tényleg a titok? Hát egyrészt mi szerintem használjuk a pandémia szót. A pandémia alatt mi ezt elég tudatosan tartottunk fent az érdeklődést, ami mondjuk a figyelmet, mondjuk így a közönségünk oldaláról felénk, vagy hát vártuk el tőlük ugye mindezt, és ennek az egyik apropója volt az, hogy ezek a dalok azért közben készültek, és az ezzel kapcsolatban lévő összes, nem tudom, ilyen kommunikációs elem, ami mondjuk akár mondjuk a dalszöveges posztok, az ilyen előkészítő posztokon át, a stúdió jelenlétén keresztül egészen a premierig, ennek mindegyik fázisban mi azért elég sokat kommunikáltunk az emberekkel, megcsináltunk olyan eseményt is, ami például egy ilyen interaktív koncert volt, amivel azért mi mindeközben ott voltunk, és megpróbáltunk olyan formában ott lenni, hogy mégse csak egy ilyen online, otthon zenélős valamit adjunk azért cserébe. Én azt látom a neten, hogy ha van olyan zenekar, aki igazán kézen fogja a közönségét és vezeti, akkor ti például ilyen zenekar vagytok. Ki az az ember, aki nálatok emögött áll? Van erre külön egy ember, vagy ez te magad vagy igazániból? Érdekes, hogy ezt mondod, mert én egyébként ilyen koncert után elbújdosos vagyok, de ezzel párhuzamosan nekem mindig vannak olyan projektjeim, amik nem konkrétan az elefánthoz köthetőek, de megmozgatja az embereket. Most például van egy olyan projektem, ami az Olvasni Szabad, ez a neve, és amivel én kiviszem hónapról hónapra azokat az embereket a szabadba olvasni, semmi más nem történik, nincs varázslat, nincs produkció, nincsen izé. Tehát összejöttök és csöndbe vagytok a fűben, és mindenki olvas, és a végén mindenki elmondja, hogy ki mit olvas. Nem, az elején most ez volt az első, most lesz a második pont, mert most nem tudom, ez mikor fog lemenni, inkább nem mondok semmit. Nem mondhatjuk, hát ugye 2021 az új 2020, tehát igazából bármi megtörténhet. Amikor ez le fog menni, addigra már valószínűleg a harmadik lesz az aktuális, és akkor most valaki... augusztus van, azt elmondhatjuk nyugodtan. Igen, most augusztus van, és ez jövő hétfőn lesz konkrétan, ha jól emlékszem. Hát én mindjárt megnézem. És akkor ugyanúgy, hogy az legelején elmondja mindenki egyszerre háromra, hogy mit fog olvasni, és utána a végén meg háromra bemondjátok, vagy legvégén, hogy sikerült és jól éreztem. Hogy a közönséges diófánál találkozunk, de csak azért, mert van egy ilyen kikorhat, több száz éves diófa, amit van egy tábla mellett, rendesen felavatott tábla. Igen, a közönséges diófa, és szegény, annyira degradálat gondoltam, adok neki egy másik szerepet, szóval ott gyűlünk össze mindig. Most legutóbb ott volt ilyen 50 és 80 ember között valami. Tehát, hogy ezt azért nem több ezren vagyunk, meg mit
mit tudom én, de egy ilyen flashmob méretű közösség, és akkor velük átmegyünk egy adott helyre, ami nekünk szimpatikus, az már ott a nagy réten szokott lenni, vagy hát ott volt legutóbb, és akkor leülünk és olvasunk, meg előtte utána beszélgetés, de csak így tök másról. Tehát ez pont nekem azért fontos, hogy ne a zenével kapcsolatban. Na de akkor tényleg az van, hogy valahogy nálatok ez működik, hogy kiírod a netre, vagy elmondod, posztba kirakjátok, és van, aki fülel és figyel rád. Mert önmagában véve is, hogyha már látok egy olvasó embert mondjuk a legendás Csopak Istvánon, a Csopakabánán, akkor felkapom a fejemet, hogy valaki olvas még 2021-ben, és amikor mondod, hogy nem több ezeren vagyunk, csak 50-en, 80-an, szóval ezt ne degradáljuk le, mert ez valami egészen elképesztő szám, talán azt gondolom. Ráadásul az olvasás is szerintem egy kifejezetten intim dolog az én esetemben, tehát... Ez az egész flashmob-szerű ötlet, ez egyébként, ez, mint minden az embernek az önzőségéből fakad, hogy én nehezen veszem rá magam az olvasásra, és azt gondoltam, hogy valószínűleg, hogyha egy ilyen helyzetbe hozom magam, hogy leültetek magam köré embereket, nem magam köré ültetem őket, de hogy leülünk így nagy társaságban csoportosan, akkor kénytelen leszek olvasni, és egyébként ez működik is. Ránéztem a monitorra, mert mondta itt az egyik kollégánk, hogy baromi nagy segítség lesz itt, mert megy a számláló, egy csomót fog segíteni, semmi nem megy rajta, irgalmatlan nullák vannak rajta, ez gondolom a pontozás eredménye eddig a beszélgetés kapcsán, amit a teljesítményemet illeti. Nem baj, én elindítottam a magam kis ügyét. Most, ahogy mondod, hogy egy csomó elefánton kívüli dolgod is van, de hogy igazán volt egy ilyen katalizátor manus vagy, mondjuk így. Ez azt hiszem, ez ugye a legjobb szó, mert hogy egyedül amúgy nem sokra megyek, de hál' Istennek könnyen találok magam körül embereket, akikkel együtt viszont tudok dolgokat csinálni. Na, ezt akartam kezdeni, hogy ha lenne egy névjegykártyád, hogy Szendrői Csabi vagyok, szia, és akkor odaadod, mi lenne rajta a szerinted? A katalizátor, most már ezek után? Vagy nem, most komolyan, mert hogy... Tehát, hogy szövegírónak tartod inkább magad, vagy énekesnek, vagy egy fontos fogaskeréknek a mindenben? A szövegírósága szerintem most már megkerülhetetlen, és hozzám nőtt, és már meg is szerettem, hogy ez így van, de nem, tehát, hogy én kreatív szövegíró voltam, de mondjuk szakmám szerint, mondjuk a reklám szakmám belül sokáig. Most, hogy szövegíró vagyok, az most már nyilván nem ebbe a közegbe igaz csak, vagy nem csak, de hogy nem ott, hanem inkább mondjuk az irodalmon belül is, annak ellenére, hogy most ez most, hogy azon belül én hol helyezkedem el, meg milyen minőség az, amit csinálok, az nyilván nem az én tisztem eldönteni, nem tartozom a top, nem tudom, 100 író közé, mármint hogy színvonalra se, a kortársak közül se, tehát hogy így, ha magamat kéne elhelyezni, nyilván ez azért is jó, mert látom még, hogy hova kell ebbe az egészbe fejlődni, amúgy pedig nem tudom így címkézni olyan szempontból magam, hogy igazából nagyon sok minden érdekel. Az biztos, hogy az a közösségi építés az egy számomra kedves és jól működő dolog, annak ellenére, hogy egyébként antiszociális embernek tartom magam, szóval na, de egyébként színpadon sem szeretek szerepelni, szóval ez egy ilyen állandó dolog, hogy én ilyen helyzetekbe hozom magam rendszeresen, amik alapvetően nem feküdnének, aztán valahogy mindig kiderül, hogy pont az fekszik, amitől félek, és ez kicsit azt hiszem ilyen. Meg az is valahogy így mindig kiderül, hogy igazán nem vagytok olyan sokan, akik elmondhatják magukról azt, hogy mondjuk a zene nyelvét is beszélitek, meg mondjuk az irodalom nyelvét is, mert nekem például Said ugrott be, és akkor így mondanám, hogy még nyilván vannak sokan mások is, de hogy nagyon, nagyon nehéz a ti esetetekben egy konkrét meghatározható vonalat húzni, hogy mi számít irodalomnak az esetetben, vagy mi számít mondjuk a popkultúra részének. Eleve is a dalszövegírókat egyébként szerintem ez így abszolút polarizálja, vagy megosztja az a kérdés, hogy amúgy egyébként egyáltalán egy dalszövegnek funkcionálnia kell irodalmi szinten. És akkor most, hogy mi az irodalmi szint, az ismét nem tudjuk, de szóval érted, hogy van ez a két iskola, van az egyik, aki azt mondja, hogy kell működnie versként egy dalszövegnek, van, aki szerint meg nem. Én az vagyok, aki szerint jobb, hogyha működik. Ettől függetlenül nyilván nem tud mindig, meg hál' Istennek a zene ad annyit hozzá, bármilyen szöveghez tud annyit hozzáadni, hogy akkor is működjön, ha leírva önmagában nem jelentene sem. De valószínűleg egy nagyon egyszerű tesztet lehetne csinálni. Pár évvel ezelőtt megjelent Dusánnak egy dalszöveg kötete. Tulajdonképpen az összes szövegét szerintem összegyűjtötték, amit csak elértek, amit megtaláltak, ami megvolt. LGT daloktól egészen, nem tudom én, a
nem tudom, mindenig bezárólag, tehát ez egészen elképesztő az életmű, amit ő letett az asztalra, és ahogy a könyvesboltba felemeltem a könyvet, és csak így random három helyen kinyitottam, tökre azt éreztem, hogy jé, ezt nem ismerem, de ez simán működik. Egy vers kaliberű szöveg. Jé, ezt ismerem, és már dúdolom magamban a szöveget, de hogy érdekes, hogy dallam nélkül is működik a dolog leírva, tehát hogy nincs hiányérzetem, és rettetesen erősnek éreztem, szóval azt gondolom, hogy egy ilyen tesztet igazán valószínűleg te is lehet, hogy kiállnál. Ezt mondjuk az idő fogja eldönteni értelemszerűen, meg majd az olvasótábor 2047-ben, most mondtam valamit. De hogy ez egy egyszerű teszt végül is, mert hát lehet, hogy a Rage Against the Machine-es dalszövegkönyv is egyébként elég erőset üt, ahol kb. Nem is tudom, ugyanaz a pár sor van ismételgetve, de ott a rombolás művészet a zenével együtt tud kiteljesedni. Tehát lehet, hogy úgy jobb a húzása, hogy holt van az ember, vagy jobban tart valahonnan, valahova a szöveg, ha már annyira repetitív. Na, most ugrottam egy picikét, meg magyar zenékről szoktunk általában itt beszélgetni, kisipoljuk a Rage Against the Machine. De valahogy ez most csak így adta magát. Ha már te hoztál magaddal egy listát, akkor azt áruld el, kérlek, hogy te most a szövegi részéről közelítetted meg ezt a dolgot, vagy inkább a zenei, vagy egyszerűen egy klasszik listáról van szó, te szereted ezeket a számokat, és kész. Szerintem ezek a számok olyanok, ahol mind a kettő jó. Amúgy, de nyilván én nekem elválaszthatat, bocsánat. Szóval nyilván nálam ez a kettő, ez kicsit azok közül a dolgok közül, amiket hoztam, ahhoz szerintem ennek a kettőnek egyszerre kellett jelen lennie, hogy ezeket a dalokat válasszam. De az mindenképp igaz rám, hogy én ne kevésen magyar dal tudok, ami eszembe jut, és aminek nem jó a szövege, mert egyszerűen nem érdekel, vagy így nem fog meg. Vagy hát akkor legyen kubaszar már, bocsánat, tehát akkor legyen tényleg olyan, hogy az direkt rossz, vagy nem tudom. Véletlenül rossz. Vagy úgy, hát ja, a véletlenül rossz az a baj, hogy az általában ritkán jó. De miért most a szomorú szamuráj, például a színészek előadás? Hát a stressz, tehát az egy olyan dolog, hogy az idő után felfedezik maguknak a fiatalok, és vicces, mert iniku manneniku mannenájra, meg manneno manneniku iniku, hát ez az oké, de közben ez azért nem azért jó, mert jó, hanem mert van. Tehát, pont azért van, mert hogy van, vagy hogy, érted, ez egy ilyen. Jó. Azt mondjuk, hogy neked nem jó, de akkor nézzük azt, hogy mi az, ami neked jó. Csak azért, hogy ez mégiscsak egy ilyen szubjektív lista. Mi az, ami rákerült erre a ötös történetre? Igazából alapvetően két részre bomlik. Az egyik az a magyar underground rap, ami mondjuk nekem a kezdetfiai, meg mondjuk a Kispáltól a szívrablás. Az, ami legelőször felírtam, az a Kispáltól a szívrablás. Na, akkor hallgassuk meg most ezt a számot, és aztán utána innen folytatjuk. Jó. Panoptikum szóló. A dal a miénk. Ez volt a Kispál és a Borztal a szívrablás című szám, és ahogy megjegyezted, meg is öltük ezzel a bulit, tulajdonképpen itt lehet kialakítani a dal. Én nem csodálkozom, hogy ilyen dalt választottál, mert mondjuk az elefánt esetében is talán az egyik leghelyén valóbb szó a keserédes. Hogy mindenki úgy olvassa azt a bizonyos zenét, ahogy szeretné. Nyilván, hogyha olyan paszba vagyunk, akkor ez egyáltalán nem lomboz le minket ez a zene, hanem egyszerűen csak együtt érzünk vele. Ha meg teljesen happy moodba vagyunk, akkor lehet, hogy lehúzónak tűnik. Igen. De valami miatt azt mondtad, hogy ez volt az első, amit felírtál listára. Igen. Én szerintem nekem nagyon-nagyon, sőt, szerintem az elmúlt pár évben változott ez egyébként meg, mert mint hogy a szomorú, tehát hogy én alapvetően kétfajta zenét tudok szeretni, az egyik, ami vagy ilyen szomorú, vagy még szomorúbb, vagy pedig idióta. Tehát vagy én... nem kapcsolod be a rádiót, azt hittem. Sőt, lerúgom a rádiót, hogyha nem. Hogy vagy azok a számok szépek, amik szomorúak, főleg most a szövegre. Egyébként most nem tudom külön választani a dalszöveget és a zenét az én esetemben, és az van, hogy nagyon kevés olyan, tehát vagy a szomorú dalszövegek a szépek, vagy a viccesek, amik a jók. Tehát ez a kettő az, ami szerintem jó szokott lenni. Nagyon nehéz az én szememben jó dalszöveget mondani, vagy ami számomra jó, és nem ebbe a két típusba tartozik, ezért ez ránk is igaz, hogy vagy általában szomorú dalaink vannak, vagy úgy vidámak, hogy azok valamelyest viccesek, vagy nem tudom,
bár aztán a franc se tudja. Én dolgozom egy ideje, hogy legyenek olyanok, amik nem szomorúak, és nem orbitális nagy bőszmeség. És például mondjuk a Kösz, ami nem olyan sokkal ezelőtt jelent meg az utolsó lemezünkön, az például egy kicsit az olyan, ami se nem túl szomorú, se nem hülyeség, de úgy vidám. És... Nehéz így hangolnod az agyad? Egyre nehéz. Mármint, hogy vidámra? Igen, vagy hogy ne ebbe a két kategóriába, tehát ne a poénkodós buborékba, vagy a nagyon szomorú mélyérzésű sztoriba kerüljön valami. Tehát nehéz más fejjel gondolkodnod? Igen. Igazából nagyon bipoláris vagyok amúgy, és most nem a betegségre gondolok, hanem úgy a hangulat ingadozásaimra, meg úgy általában mindenben ilyen on-off csávó vagyok, tehát vagy valamit csinálok izomból, vagy sehogy. Ez volt a jellemző rám régen, nyilván ezen dolgozom, hogy ez ne így legyen, meg legyen egy valamelyest harmonikusabb legyen a személyiségem is, és a hangulataim is, és ennek ezzel párhuzamosan meg a zenék is, vagy a dalszövegek is, amiket csinálunk. Nyilván a zenét azt közösen csináljuk abszolút, szóval az öt ember szellemi tevékenysége egyben, és ötünknek a hangulata és az éppen aktuális ízlés az, ami azt meghatározza. A szövegek ilyen szempontból más, mert azért ez az én feladatom. Nem is tudom hangolni magam, tehát kicsit azért nem tudok a kérdésedre válaszolni, mert ez nem egy ilyen hangolódás, hanem az van, hogy én írok mindenfélét, és hogyha találkozik az én adott érzelmi állapotom és egy adott zene érzelmi vagy állapota vagy hangulata, akkor van egy ilyen jó konstelláció, amikor aztán az egy ilyen kiforrott élet valami lesz a végére. Hát például az utolsó két dalunk szerintem amúgy ilyen szempontból ilyen. Amik most megjelentek, azok abszolút így születtek, valami évek munkája egyébként. Konkrétan akartam kérdezni, hogy mi lehet ilyenkor egyébként a trükk, hogy az ember magát helyzetbe tudja hozni, úgyhogy direkt eldönti, hogy nem akarok most három albumnyi vicceset, vagy egy dupla albumot kihozni a melankolikus őrületemmel. Mi lehet a trükk? Hát igen, hogy hogyan tudja ilyenkor az ember magát helyzetbe hozni, mert azt például tudom, hogy retteltesen sok embernek, minden alkotó embernek egy baromi nagy kihívás, hogy itt nem csak arról beszélgetünk most, hogy nem tudok olyan szöveget írni, hogy, meg nem tudok úgy énekelni, hogy, hanem sokszor nem ülünk oda a hangszerhez, mert egyszerűen nincs kedvünk, és mégis helyzetben. Tehát tulajdonképpen úgy az, mint kicsit a sportolóknál, hogy nagyon nem szeretnék lemenni az uszodába, de muszáj. Ott állok reggel 5:30-kor, és... Vannak a muszáj helyzetek, amik inspirálják szerintem az embert, szóval ez egy kicsit azért szerintem munka is, tehát én nem hiszek abban, hogy ezek a dolgok mindig csak ösztönből és ihletből tudnak megszületni, tehát én most volt egy pont egy dalszövegíró tábor, ahol ez szóba került, és ahol előadtam, és ott én például azt mondtam, hogy én ha muszáj, akkor írok 300 sort, és abból megtartok egyet, és akkor azt az egyet majd előveszem, és azt körbeírom úgy, hogy értelme legyen, de hogy ez olyan, mint ez a sporthasonlat, ez jó, mert ahhoz, hogy egyrészt szinten tartsd magad, ahhoz is kell folyamatosan ezzel foglalkozni, akkor is, hogyha nincsen hozzá kedved adott esetben, és akkor még nem is beszéltünk az olvasásról, ami pont egy ilyen edzési tényező. Tehát, hogy egyébként, hogyha hangulatba akarod magadat hozni, akkor az irodalom például ilyen szempontból jó, és most nem is a szép irodalomra gondolok, hanem bármire, ami írott dolog, szerintem az működhet, bár én olyan zenehallgató vagyok egyébként, aki nem a saját hangulatához választ zenét általában, hanem amilyen zene szól, én egyből olyan hangulatba kerülök, az a mood. Tehát, hogy most azért is, hogyha szomorú zene szólt, akkor kicsit így leültem. Ha már olvasás és zene, te tudsz egyáltalán úgy olvasni? Tudok egyszerűen olvasni és zenét. És zenét hallgatni. De most ezt tök komolyan kérdezem, hogy... Hát olyat nem, amiben van szöveg általában, de amúgy igen. Azért szerintem ilyenkor mindig megemelem a kalapomat, mert én nekem például ez abszolút nem megy, elkezdem dekódolni, de gondolom nálad az ezért van a szöveggel ez, hogy na miről beszél a manus, vagy miről énekel a hölgy? Én ilyen szempontból egyébként szerintem egy kicsit, hogy is mondjam, hát az autizmusnak vannak ilyen tünetei, hogy én tényleg tudok olyat, hogy én éneklés közben írok szöveget, tehát hogy mondok egy másikat is közben írok, tehát az agyam az ilyen szempontból tök tud külön működni. Ja, az egy furcsa dolog, hogy néha így a srácok így, amikor ezt így észre vették el, azt mondjuk, hogy... Most kapcsoltak ide az X-Factor rajongók. Hoztam nektek vére hasznos közeget. Hogy ez ilyen fura tulajdonságom van amúgy, hogy figyelemzavaros vagyok, meg hiperaktív is, és mindamellett meg erre meg mégiscsak képes vagyok úgy koncentrálni két dologra, hogy az
hogy teljesen más funkciója van a kettőnek. Igazából szórakoztat ezt csinálni. Nem mondom, hogy akkor írom a legjobb gondolatokat, de hogy ez tud annyira automatikus lenni, ez olyan, mint az zongoristának a két keze szerintem. Tehát időt, én nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehet egyszer megcsinálni azt, hogy teljesen két különböző témát tud egy hát ember. Hát végül is megcsinálod te is, nem? Csak nem nyomod olyan pimaszba, hogy kiálljál a színpadra, és már írod a következő. Igen. Tehát a lemez bemutató koncerten nem a következő lemezanyagát írod, pedig megtehetnéd. Igen, de próbákon rengetegszer fordul elő, hogy gyakoroljuk a dalokat. Úristen, nagy élmény lehet vele ezt próbálni. Nem. Nem, és borzasztóra utálok is próbálni, és tudják is, hogy többiek is ütnek vernek érte. Akkor küldjünk egy számot a zenekarodnak, engesztelés véget. Előbb már szerintem szóba jött pont a Kezdet fiai. Igen. Pont az irodalom kapcsán merült fel Száid neve. Milyen számot küldenél tőlük? Ha már én az egyházt írtam fel, nem tudom, hogy az pont olyan, amiben mind a ketten vannak-e, vagy csak az egyébként, meg a mivel játszol, amelyiket akarjátok. Legyen az egyház régebbi legyen, vagy újabb? Akkor legyen az egyház. Hallgassuk most meg. Vagy az se új. Panoptikum szóló. Beat. Az ütős alternatíva. A Kezdet fiaitól az Egyház című számot hallgathattuk meg. Ezután is szeretnék bocsánatot kérni az Ávada Petitől, hogy egy olyan számot választottam ki, mert pont nincsen, de ez az abszolút véletlen, mivel meg az első intuícióm volt így. Cserébe viszont meglepődtél, hogy milyen hihetetlen hosszú autrója van ennek a számnak. Igen, most szájtad alá is írok, hogy mi a faszom ez a hosszú autró. De hát ez Scratch Solo volt, és aztán visszajött a refrén. Scratch Sendo. Na, mondd el nekem kérlek, hogy mi az a három dolog, ami miatt ezt számot nagyon-nagyon szeretett, ha egyáltalán ki lehet emelni ezt a három olyan dolgot, ami miatt meghatározó. Mert nagyon sok olyan három dolog lehet. A tematikussága, a téma, amiről szól, meg, tehát hogy önmagában az, hogy egy témáról szól, amit körbejár, az egy a téma, amiről kényes szól. Témáról. Egy kényes témáról szól, meg ahogy arról szól, meg amilyen formában arról szól, ez, meg a zene igazából együtt, ez így egyben. Köszönöm, hogy ezt így összefoglalt, meg azért voltam kíváncsi, mert az ismerettségi körülben mindig más és más impulzusok érnek a dal kapcsán. Yeah. Van olyan barátom, aki azt mondta, hogy neki annyira tetszik ennek a dalnak a szövege, hogy ha egyszer meghal, akkor szeretné, hogyha sírkövére felkerülne. Ebből pár sor. Van olyan barátom, aki megdöbbenve hallott a Száidtól, hogy tulajdonképpen anyukája a lemezeiből rakta össze a kíséretet. Tehát, hogy otthon volt a mindenfelé, és ő hegesztette ezt össze, tehát, hogy itt nem egy külön zenei producer. Én ezt nem is hallottam amúgy, mármint, hogy konkrétan ezt a sztorit, de... Amiket talált izgalmas zenei témákat, mintákat kvázi, ezeket így kimazsolázt ebből, és ezeket így egymásra pattintva... Ezt nem hallottam, ez tök jó sztori, amúgy. Úgyhogy nem csak annyira jól összefoglaltad egyébként, hogy miért izgalmas a te olvasatodban a dolog, és tulajdonképpen külön-külön mindenki ezt mondta, mert a témája miatt szeretné valaki ezt búcsúzóul majd a sírkövére írva viszont látni, és túl azon, hogy valaki már csak skandálni, valaki csak azért, mert reprajongó, valaki azért, mert ez valami olyan új dolgot hozott be a hazai rap szénába, ami előtte nem nagyon volt. Bár szerintem egyébként az első lemez ilyen szempontból korszakalkotóbb volt, mármint hogy amikor ez megjelent, akkor már azért jöttek fel azok a srácok, akik most már átvették a Kezdetnek szerintem a szerepét, ha nem is a pozícióját, így szövegre és szövegigényességre, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam. De hogy maga Kezdet, mint jelenség, nyilván a Kezdet volt a Beatles ilyen szempontból itthon. Tudsz mondani egy-két ilyen példát, csak hogyha valakinek akár mondjuk ez az előző dal bejött, akkor akár tovább tudjon keresgélni? Nekem a Gegen nagy kedvencem, és tök büszke vagyok, hogy például vele van közös cuccunk, én nagyon szeretem a Slow Village-et, vagy most a Betonhoffi, akit úgy ajánlok, hogy még igazából nem volt időm végig hallgatni, de már beszéltünk, de hogy már hallgattam bele dalokban, nyilván szeretem azt, amit csinált eddig is, meg bele is majd lesz közös projektünk valószínűleg, vagy legalábbis beszéltünk róla. Szóval nekem valahogy így a rap, igazából furcsa, hogy én aztán végül nem rappet. Ezt akartam mondani, hogy amit ti csináltok, bár nyilván említettem ezt a keserédes sztorit, de hogy általában olyan, hogy van, ott is van mindig egy téma, amit körbejártok értelemszerűen, viszont valahogy mindig olyan érzésem van több számnál is, mint hogyha igazániból egy picit úgy mérgesek lennétek, de ezt nem akarjátok már az elején elmondani, hanem úgy
A-ból B-be eljuttok, ha más nem, azzal derül ki, hogy körbe-körbe ugyanaz megy, és repetitív módon ismétlődik úgy a zene, hogy igazániból szépen lassan behergelitek magatokat, meg a hallgatóságot is. Igen, ez egy jellemző dolog nálunk, hogy tolig van, vagy egyre többször hagyjuk el a klasszikus dalszerkezetet, és inkább gondolkodunk akár mondjuk így olyan szempontból klasszikus zeneként a zenére, hogy egy szerkezet van, ami tolig tart, és akkor igen, sokszor az történik, hogy az elején elkezdjük finoman, és a végére meg hányással ordibálás a dal vége. Ez nem csak ránk igaz, nyilván egy csomó mindenki másra is, de ez egy jellemző vonás nálunk. Ja. Miért nem lett soha közös elefánt featuring ... De lett. Lett? Persze. A Száidda pont van egy a Faun című dalunk. Na, kész. Ennyi, le is vitézettem. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Hát akkor ma kicsit korábban nézünk bele a kamerába, és búcsúzunk. Én pedig elmegyek a könyvtárba, és meghallgatom. De figyelzek, nem parált. Belesétáltam a csapdába. Nem is értem, hogy miért nem játszunk. Jó, én úgy gondoltam, hogy miért nem játszotok akkor egy hip-hop nótát. Igazán, vagy hip-hop lüktetésű nótát, vagy de az szerintem akkor az olyan. Még jó, klip okay. Is van. Ez nézd meg. Na, ezért jó ez a műsor, legalább én is tudok tanulni. Abszolút. És nem is kicsit. Hogy hát, ha akarsz, hát ugye ez nem egy kötelesség, kérlek szépen palástoljuk tudatlanságomat úgy, hogy most teljesen spontán módon a következő dalt felkonferálod, és addig én itt szégyenembe izél. Meghallgatok mindenre. Hát akkor Gegétől a negatívot rakjuk be, mégse a sajátomat. Köszi az életmentő nótát. Panoptikum Solo. A dal a miénk. Na ez volt Gegétől a negatív című szám, sőt inkább azt kell mondanom, hogy 63-63-tól, mert hogy azt beszéltük, hogy valószínűleg az új album óta ez az ő hivatalos neve is. Bár lehet, hogy az csak leírt alak, és amúgy Gege. Nem kérdeztem még meg tőle, mert ugye az a két szám, ez a Gege. Mindegy, elég lényegre törő figurának tűnik, nem? Tehát, hogy már a nevét se írja ki akkor inkább, hanem csak az, legyen ott az album című meg a szám. Ja, de nem, bocs, már nem, tehát tényleg nem azért, de amúgy a Gege, az ki van hírva csak számokkal, azért vicces a 63-63, mert ez a GL, tudod. Nekem egy időkeret, amire rájöttem, amúgy csak ja, azért értem. Mondom. Ha köszönöm, nekem akkor spóroltál egy ilyen 17 és fél évet, mert nem láttam volna be, de bevallom is. És a logó is vagyunk, ugye ez az meg még jobb, mert az meg... Jó, de most ne tűnjön már mindenkinek, hogy ekkora paraszt vagyok. Áruljuk el az embereknek, hogy azért én idézőjelben büntetésben meg is hallgattam a ti számotokat, az Elephant featuring Said számot, tehát hogy most már ezzel is képbe vagyok. Köszönöm szépen a kiokosítást, tehát ott a szám elején több siófoki palaszos barátom rohant volna be a stúdióba a pumpálásra, és mire bejöttek volna, már be is kezdtetek ezzel a féltempós, treppes tempójú reppelős őrülettel. Tudom, hogy nem arról fogunk most beszélgetni, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy nekem az az érzésem, hogy egyik nóta sem, tehát Gege dala sem, meg se tiétek se annyira pozitív. Neked mi az első gondolatod ennek a dalnak kapcsán, a negatív című számra? Mindenkinek megvan a maga keresztül, az enyém ez a fordított, ez szerintem annyira zseniális, hogy ha csak ez a sor lenne, ismételve lenne folyamatosan, akkor is tökéletes lenne, úgyhogy hát ez szerintem egy remek mű, a szövegírás szempontja, nincs egy dolog, ami eszembe jut róla, nem mondjuk, ez kurva jó. Cserébe viszont annyira sötét és komor a zene, hogy az is megérne egy misét. Ha már itt a keresztek lepkedni. Egy gyász misét. Igen, mert tényleg én nagyon sejtem. Nem is tudom, ennek egyébként egy külön aurája van ennek a fajta ilyen vízjósló lassú gerit csókoltatjuk hip-hopnak, innen. Vagy nem tudom, tehát hogy a külföldi hip-hop muzsikákban is megvan ennek amúgy a hát a történelme, vagy nem is tudom, tehát tulajdonképpen az a sötét tónus, ami ezekből áll, ez egy ilyen lebegő hip-hop, tehát nem egy ekte hip-hop, nem az a bólogatós történet, vagy nem az, hanem ez ilyen bőr alá bekúszó sztori. Mondjuk ezt. Vagy nem tudom, nekem legalábbis. Igen, abszolút. De az egész lemez amúgy nagyon ilyen szempontból tök más, mint a többi. Ezért is tetszik az egész. Meg ezt mondta is a Gege is egyébként, hogy ez egy ilyen elvárás volt maga felé, hogy valami olyat csináljon, ami nem egy itthoni jellemző, és a lustageri meg ehhez, hiszem elég jó alapokat, vagy elég jó munkát végzett vele, vagy jó munkát végeztek. Nem is tudom, lehet ilyet mondani, tehát az egész lemez jó, hallgassátok meg. Hát csíped, szereted. Nagyon, tiszteled. Igen.
egy magamfajta abszolút témában nem jártas embernek az az első gondolata ilyenkor, hogy oké, ez a negatív című szám, akkor gondolom, hogy ha mondjuk egy, nem tudom, 70-es évekbeli előadó lenne, akkor gondolom a B oldalon a pozitív című számot kihozná. Van egyáltalán bármilyen pozitív nóta ezen az új anyagon? Vagy ez a legpozitívabb? Hát mi a pozitív? Szerintem a rap az ilyen szempontból komplexebb mindig, vagy nem tudom. Lehet, hát vegyes is tud lenni, amikor a zene nagyon ilyen nincsenek happynek tűnik, de a mondani való viszont abszolút nem. Pedig idefele meghallgattuk megint tényleg a lemez, de így nincs meg egy olyan szám, amire azt mondom, hogy ez pozitív, mert nincs, hogy pozitív vagy negatív, ez se csak pozitív vagy csak negatív, hanem nyilván annyi mindenről esik szó benne, hogy a legtöbbször én a tematikus szót használom inkább, és ha egy adott téma valakinek épp pozitív, akkor annak az pozitív lehet, ha meg mondjuk negatív, akkor meg negatív. Csak az volt nekem most a feltűnő. De nincs ilyen popos pozitivitás, szerintem az nem kell, hogy legyen. Be nincs. Van egy ilyen láthatatlan szál, de lehet, hogy csak én magyarázom bele, hogy a Saidnak is van egy szövege, amikor saját magával beszélget a tükör előtt, itt is ugye itt van ez a tükör téma, és nálatok is elefántal tulajdonképpen az én című száma, ha jól emlékszem. Valahogy úgy szerettek magatokkal elbeszélgetni és diskurálni, hogy az 5-ről 6-ra jutás véget. Vagy éppen csak kénytelenek vagyunk szerintem időnként elbeszélgetni saját magunkkal, én legalábbis már hogy ja. Igen. Hát valószínűleg minden ilyen komplex személyiségek vagyunk, mint sem, hogy azt nagyon egyszerűen tudjunk bizonyos érzelmeinket kezelni. Volt valahol olyan az elefánt zenekar életében, hogy le kellett ülni úgy igazándiból magatokkal beszélgetni, hogy... Egymással? Aha, most volt egy hete ilyen. Na, akkor beletrafáltam. Igen. Hát miért ilyen... kellett leülni? Hát erről nem beszélhetek nyilván, ez a mi saját dolgunk. Uh-huh. Ezek, de soha nem úgy ülünk le amúgy, hogy abban benne van mondjuk a levegőben, hogy ez mondjuk szétválás a vége, hanem főleg ilyen egymás iránti gondoskodás, vagy olyan, amit így észreveszünk a másikon, hogy mondjuk azt veszük észre, hogy valami nem oké, és akkor ezt meg kell beszélni, és akkor leülünk, hogy mi nem oké, és mindig meg is beszéljük most is. Tehát magyarán valami, ami előre viszi a banda szekerét. Persze. Ami előre viheti a dolgokat. De szerintem ez így normális is, hát hogyha nem lenne ilyen. Egyrészt kell egyébként szerintem időnként mindenkinek egy seggberúgás, nekem is, hogyha úgy alakul a dolog, aztán ez nincs semmi baj. Igazából most azt beszéltük meg többek között ezen az ilyen nagy leülés, hogy most már 4 évente kötelező jelleggel csinálunk egy ilyet, amikor csak egymásról meg magunkról beszélgetünk úgy, hogy mi van. Mert hogy az van, hogy a zeneírás az nem megy a személyiség fejlesztése vagy fejlődés nélkül, és az, hogy éppen ki hol tart most a saját életében meg a gondolataiban, az nagyban meghatározza azt, hogy mi mit kezdünk a művészettel, amit képviselünk, vagy amik mi vagyunk, és ahhoz meg nyilván sokkal jobban adott esetben képbe kell lennünk egymással, mint sem úgy, ahogy a kurva sok meló mellett van időnk mostanában. Tehát ez főleg inkább erről szólt, hogy nem volt időnk foglalkozni egymással, hanem mindig volt valami, ami projekt, vagy ami feladat, és most meg úgy beszélgettünk, hogy most mi voltunk a feladat, hogy egymást újra egymáshoz viszonyítva közelebb hozzuk, vagy nem tudom, átlássuk. Valahol egyébként példaértékű, mert egy csomó zenekar nem beszél a fáradtságot erre, tehát inkább az van, hogy ezt csak valaki becsapja a próbaterem ajtaját, és na, szevasztok, kösz, ennyi, csáó. Ja, hát az, hogy szerintem, hogyha valamiben mondjuk mi ilyen szempontból példamutatóak vagyunk, akkor az ez a fajta csapatban való gondolkodás az első pillanattól kezdve, hogy itt mindenkinek megvan a feladata, azt mindenki elvégzi, és senki se gondol magára úgy, hogy az ő feladata az fontosabb, mint a másik, és ez egy ilyen, ez mindenben megnyilvánul. Most a jogdíjaktól elkezdve bármink keresztül mindenki egyenlő, és úgy is kell viszonyulnunk egymáshoz, hogy ez benne legyen csorba soha. Még akkor se, hogyha adott helyzetekben mondjuk valaki előbbre van helyezve, mint mondjuk én. Azt mondod, hogy mindenkinek az aktuális személyisége meghatározza a dal alkotás folyamatát, mint olyan. Lehet, hogy van közületek valaki, akinek a személyisége egy bizonyos szempontból nem változik, és ezért van az, hogy nagyon-nagyon sok elefánt dalnak
nagyon erős szinti témái vannak? Ki ez, aki ebből nem gyógyul ki, vagy aki ezt imádja, vagy ezt egyöntetően? Ez szerintem ez konkrétan, amiről most beszélsz, az egy nagyon tudatos fejlődés rész, hogy egyre több legyen a szinti, és konkrétan most már rajtam kívül mindenki előtt van szinti, de hogy ez fordítva van, tehát ez nem az, hogy valakinek ez, hanem én például... Te tagadod a 80-as éveket? Nem, én imádom a 80-as évek. Mert mondjuk a szinti pop részét. Igen, hát igen, most ebben az irányba haladunk, hogyha meghallgatod a legújabb dalunkat, akkor az abszolút ott erősen ott van. De hogy magad elé akkor még nem került szinti, akkor ebből a szempontból értettem, hogy akkor tagadod nem, ellen. Az egyszerűen képtelen. Tehát amit mondtam, hogy írni tudok és szövegelni egyszerre, de az egy nagyon nagy frusztráció lenne, hogyha egy koncerten előtt lenne még egy hangszer, mert akkor nem elég, hogy attól fosnék, hogy a dalszöveget elrontom, ami egy állandó frusztráció bennem, amióta élek, és szintén valamíg élni fogok, tehát mindegy, hogy mennyit koncertezünk, ez mindig meg lesz. És ha még lenne egy hangszer is, ahol még egy feladatot kapok, amit el lehet cseszni, akkor még jobban rá frusztrálódnék. Úgyhogy ilyen, ha lesz is, akkor valószínűleg egy énekprocesszor lesz előttem, amire csak rá kell lépni néha. Egy gombos szendrői. Így emlékeznétek rám. Egy irgalmatlan oszcillátor. Egyetlen gomb volt az életemben. Én tudom, hogy elhoztad egyébként, és a listádon rajta volt még az Alvin és a Mókusoktól a élet, nem tudod kibontani. Tehát nem az a csávó, hogy akinek kibont mikrofonban. Nem, tök jó, én pont elfelejtettem. Kösz, hogy bevállaltad. De ha már ennyit beszéltünk most az elefántról, legyen a házi feladat mindenkinek, hogy ezt a számot tényleg otthon hallgassa meg. Vagy akkor, ahol csak szeretné, mondjuk a villamoson vagy a metró munkában menet, és stb. GBL-en fontos hangosan. Viszont te hoztál egy olyan elefánt nótát valószínűleg, vagy valami olyan saját dalt, amire az utóbbi időben nagyon büszke vagy. Áruld el, légy szíves, hogy annak mi a címe, és hallgassuk is meg. Várjál, most arra gondolsz, amit az elefántól az én címűt hoztam, én nem a kárt kivételesen, mert azt most szerintem hallgattátok eleget, és egyébként az én szempontomból, vagy én érdekesebbnek tartom az én címűt. Tehát az egyel korábbi, ha jól emlékszem, az egy áprilisi 2021 áprilisában megjelent. Így van. Kislemez? Nem kislemez, dal. Single, ez így szép magyarosan. A vibe beszélsz half English csoportban. Ősi magyar szavunk a single. Csak akkor ilyenkor tényleg azon gondolkodom, hogy ha ez single és nem kislemez, akkor mi a kislemez angolul? Dürürü. Tehát Maxi volt régen. Maxi, tényleg? Oké. Akkor most hallgassuk meg az álmaxi kompozíciót, igen. Az én című számot, az elefántól, és aztán jövünk vissza, és elmondott, hogy miért vagy annyira büszke erre a dalra. Fanoptikum szóló. A dal a miénk. Az elefánt együttestől hallgathattuk meg az én című számot. Igen. Csabi, hogy érzed? Mi az a dolog, amiben sikerült ebben a dalban önmagatokhoz képest mondjuk szintet lépni? Szintit lépni sikerült. Szerintem az az irány, amit kijelöltünk magunknak, ahogy az elektronikus zene felé haladunk, ez egy elég jó kis, hogy is mondjam, átmenet. Egy olyan dal, ami elég jól tartalmazza azt, ami miatt elefánt az elefánt. Benne van az, ami felé halad az elefánt, meg amilyen lesz a következő lemez, és egyik se tagadja meg önmagát, és úgy marad meg a saját hangvételünk szerintem, hogy valami újat csinálunk egyébként adott esetben. Ilyet nem szoktam amúgy mondani, tehát hogy ne gondoljátok, hogy én könnyen dobálózok ezzel, de szerintem így a saját szcénánkon belül is ez egy, ezt azért is merem mondani, mert hogy olyanok is mondták, akik az a mi szcénánkon belül, meg mondjuk nevezük alternatív rocknak, és ezért szerintem kikerültünk egy kicsit. Meglettük magatokat és önmagatok környezetét is. Igen, főleg a szakma szemében gondolom azt, hogy ez egy meglepő, olyan más fajta dolog, vagy egy kiforratabb elefánt. Hát merészebb szerintem is, mert hogy nem csak arról van szó, hogy most bejött egy-két szinti pluszba, és akkor jobban terít, hanem a dobnál is lehet hallani konkrétan, hogy váltak. Nem lehet eldönteni, hogy akkor ez most egy akusztikus dobszerkó, ami triggerelve lett, és akkor pluszba bejöttek ezáltal. Vagy gépi, és felváltva az élő dobolással. Tehát, hogy valahol ez úgy fél úton van. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy élő dob is van a számon belül, meg van Roland. De mondd, miért volt erre szükség, hogy ezt a szintis dolgot behozzátok, hogy miért kellett ezt berántani? Miért ez az új út? Nem, szerintem mert ilyen zenéket szeretünk. Ennyi. Tehát, hogy mindig is szerettétek. Mindig is szerettük,
egyrészt nem voltak meg adott esetben, tényleg csak én egyszerű dolgot mondjuk, hogy technikai feltételei nem voltak meg, hogy például ilyen zenét csináljunk élőben, mert ez, hogyha most valaki nem zenész, az nem gondolt bele, hogy egyébként ez mondjuk milliós befektetés ahhoz, hogy ilyen zenét tud játszani élőben. Ez egy fejlődési folyamat része az, hogy megjutottunk ideig, a másik meg az, hogy az egyébként milyen zenét sokkal többet hallgatunk szerintem, mint bármilyen rock zenét. Tehát én biztos, tehát hogy én konkrétan elektronikus zenét hallgatok, vagy hip-hopot. Tehát igazából legkevesebbet hallgatok mondjuk olyan zenét, amiben akusztikus hangszerek vannak. Most már nyilván régen rengeteget hallgattam, de most ha mondjuk berakom az e-heti kalandomat a Spotify-on, akkor abból mondjuk a 20-ból egy olyan dal van, ami nem elektronikus zene, vagy nem elektronikus zene alapú. Azt hogy lehet, hogy a végül az eredője a sztorinak mégis inkább a rock irányba húzott az elmúlt években? Hát egyértelmű volt, hogy a Totya gitározott, én meg énekeltem, és az egész innen indult el. Aztán, hogy már nem ilyen zenét csinálunk, az meg egy áldásos folyamat hogy, része. Hogy egy ismerősen fogalmazott, hogy is volt pontosan talán, hogy ez olyan, mint a hiperkarma, csak mérgesebb. És szintén sem érdekel. Tehát volt egy ilyen feedback, hogy egy picit mérgesebb, de hogy... Én agresszívabb vagyok amúgy. Én túl agresszív vagyok a magyar alternatív rock zenéhez. Szerintem olyan szempontból, hogy a színpadi jelenlétem is egy agresszív valami. Tehát én azért ordibálok, megvalok, megmutatom a középső ujjamat, és ki tudok akadni nagyon. De magánéletben is ilyen vagy? Nem. Világ leghigadtabb csávója vagyok. Nyilván azok, hát nyilván mondjuk nem tudom, pont azokkal tudok ilyen feszült lenni néha, akiket mondjuk a legjobban szeretek. De, igen, és közszei, de tényleg így van, mondjuk ezúton is puszilom anyukám a szegényt, akivel mindig, amire hazamegyek, olyan fáradt vagyok, hogy tudok ugrani a hülyesre semmire, de ez igazából ez nem azért van, mert tényleg haragszom bárkire, meg ez azért nyilván nem úgy képzeljétek el, hogy azért ordibálok, de... Jön a megyes pitével, és már melegebb éghajlatra elküldök. A türelmem valahogy mindig azoknál fogy el, akiknek a legtöbb érdemelnének adott esetben. De amúgy meg én szerintem ritka a kevés nyugodt emberek közé tartozom. Még az össze-vissza járó agyammal összeegyeztetve is. Hogyha már türelem szóba jött, akkor szerintem mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy tulajdonképpen az egész adás alatt, és már korábban is a telefonbeszélgetésünk alatt is mindig valahogy abba az irányba tereltem a beszélgetést, hogy hát ugye akkor elkészült az album, mire mondtad nem, készülnek a számok, a kislemez, nincs kislemez, és a többi. Hogy akkor kérlek, nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy egyszer ebből valaha lesz, bármilyen is türelmes ember lesz vagy. Minden abból, amit mondtál, csak más sorrendben. Úgyhogy mégis csak egy jós vagy. Beszéljük meg azt, hogy lesz nyilván lemez, készítjük. Most éppen. Hány szám jut ki eddig? 2 vagy 3? 2. És 10 lesz kávé. Szóval még hátra van egy 7-8 megírása, ami ugye nem jó ír, mert nem olyan jól állunk ezzel per pillanat, de most lebuktatom. Vannak ötleteink. Ja, jó, de ezt viszont a beszélgetés alatt elmondtad, hogy a nehezebb helyzetekben például mondjuk pont a határidő viszonylag jó múzsa is tud lenni. Abszolút. Nem ennyire áldásos, viszont szükséges. Hát egy presszió alatt az embernek muszáj teljesítenie. Igen. Szóval, hogyha más nem, akkor lehet, hogy a végén kicsit ez olyan, mint a diplomaírás, nem? Hogy bele se tudsz kezdeni valahogy a történetbe, aztán a végén már egy ilyen Mátyás király korvináival a hónod alatt sétálsz be a... Igen, azt nehezen. Szerintem senki sem tudja elképzelni, hogy egyszer befejezi, aztán mindenki befejezi valahogy. De kicsit a lemez is szerintem olyan bizonyos fázisban, mert mondjuk mi vagyunk, hogy nehéz elképzelni, de tudjuk, hogy meg lesz. Én már nem is tudom, kérem, valakitől olvastam ezt, hogy egy lemez csak elkezdeni lehet. Meg abba hagyni. Meg kiadni. Igen. Tehát, hogy tudnok, hogy eddig tudtunk belefoglalkozni. Mindig jön valaki, hogy na jó, kész, ennyi volt, és akkor el kell adni. De bízom benne, hogy 2021-ben minél több számot hallhatunk még tőletek. Muszáj lesz megjelenni a lemeznek, mert már be van táblázva a zenekar. Lemez bemutatóra. Én nem a sárga pulcsiban csücsülő lelkiismeretet szerettem volna lenni a mai adásban, hogy mikor lesz már lemez, és mikor lesz lemez, és hogyha nem lemez lesz, akkor mikor lesz összefűzve az a nagyon sok kis lemez, és a többi. Szükségem van pedig a lelkiismeretemre néha, úgyhogy lehetsz. Minden esetre én csak gratulálni tudok ahhoz, hogy az elmúlt időszak egy hétköznapi ember esetében, mint mondjuk amilyen én vagyok, úgy csapódott le, hogy folyamatosan kis lemezeket és lemezeket adtok ki, és ettől még az emberek vonulnak be szépen a koncertre. Kettőt ad kell kiadni, de jól. Tehát, hogy mindenki azt mondja, hogy lemezek jöttek. Visszabeszélgetés elejére fogalmam sincs, hogy mi ez a metódus, meg mi ez a trükk, mi a recept, de jól működik.
az emberek csípik, mennek, szeretnek titeket. Nem árulhatjuk el nyilván, hogyha elárulnánk ezeket a hatalmas trükköket, hogy hogy tud két dal lemeznek tűnni, akkor mindenki ezt csinálna, úgyhogy hazudjuk azt, hogy van ilyen trükk. Számok beszélnek, szeretnek az emberek ott lenni a bulitokon. Hamarosan a Kobuciban fogtok felépni, mire ez a beszélgetés kijön, addigra már túl is lesztek rajta, és tudom jó, hogy egy újabb számmal és egy újabb koncertdátummal fogtok teljesen adhok módon meglepni mindenkit, mi minden zenekar, viszont szeretném megköszönni, hogy itt voltál, és egy kicsikét megpróbálhattalak utolérni, és legalább a Szendrői Csabi galaxisban jobban belecsöppenhettem. Igen, és köszönöm, kiderült, hogy foglalkozol velünk. Nem csak azért tudtok például mondjuk a Száiddal adott esetben közösen jól improvizálni, rögtönözni, és a többi meg egymást érezni a színpadon, mert szeretitek és tisztelitek egymást, hanem azért, mert közös számatok is van, úgyhogy bocsánat mindenkitől, most már én is megtudtam. Ha valakinek nem volt elég ezekből az infokból, akkor ásom mélyre a dolgoknak a YouTube-on, vagy a Spotify-on, egy kicsit jobban kapcsolódjatok rá, akár Csabira, vagy az Elefántnak a munkásságára. Köszi szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszi az idődet és az energiádat. Mindenkinek egy nagyon menő, zenében gazdag egy hetet kívánok, és aztán utána jövünk vissza valakivel, akiről még nem tudom, hogy ki lesz, de nagyon bízom benne, hogy sokkal több mindent fogok róla tudni, már alapból, ha meg nem, akkor majd sokkal több mindent meg fogok tudni róla a beszélgetés során. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, szevasztok! Hello, hello! Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ma is, és hát bizonyára sokatoknak feltűnt, mert ezt egyébként már sokszor jeleztétek számunkra is, hogy miért nem lehet az eredeti dalokat beékelni a beszélgetések közé. Egy nagyon egyszerű magyarázata van ennek. Egyszerűen a YouTube nem feltétlenül engedi azt, hogy szerzői jogoknál fogva csak úgy beletegyünk a beszélgetésekbe eredeti dalokat. Egyszerűen ez így működik, viszont a Beatnek a csapata mindig nagyon-nagyon segítőkész, és itt van alattam a leírás, amelyben mindig beszokták a srácok ékelni az eredeti dalhoz tartozó eredeti YouTube felvételeket. Kérlek, kattintsatok oda, és nem csak, hogy meg tudjátok hallgatni az eredeti felvételt, hanem ezzel támogatjátok is a zenekart, mert hogy hivatalos helyről hallgatjátok meg, úgyhogy köszönjük az extra fáradozást, és hát Szelávi ez ilyen, viszont a Spotify-on meg a Beat csatornáján szerencsére ez a para nem áll fenn, úgyhogy köszi még egyszer. Fanoptikum szóló. A dal a miénk.